Vendégem a Kerekes Bent, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Én azt olvastam, hogy azt írjátok a saját honlapotokon, hogy a nagy terpeszes rock and roll is benne van ebbe a dologba. Milyen hatások vannak a rock and roll részről? Hát Jimi Hendrix-szel kell kezdjek természetesen, amit a névzenével együtt kezdtem el hallgatni, de hát a jó rockzene az mindenkinek a vérébe van, de sok minden másból merítünk, egészen most akkor Jamiroquait is lehetne említeni, nem éppen, bár a terpesz az onnan se hiányzik, de szóval jó, AC/DC, Led Zeppelin, 70-es évekből, amit csak lehetett felszív az ember a vérébe. Vannak határaitok egyébként, mert olyan tudjuk, hogy a folk, akkor gondolom funk, a rock and roll, azért ez eléggé sok. Hát remélem, hogy nincsen. Szerintem akkor van egy zenésszel gond, hogyha megtalálja a saját határait. Én egyelőre nem akarom megtalálni, meg nem is nagyon keresem. Minden zenében belenyal az ember, és majd meglátjuk, hogy ízlik-e. Itt vagyunk a hangfoglaláson. Mennyire tetszik nektek a kiállítás? Még nem láttunk az előtéren kívül semmit. Egyébként az emberek tetszenek, szimpatikus arcok vonultak. Szép ez a kék és szürke szőnyeg. Hát remélem itt lesz minden zenei Rolls-Royce, amit csak az ember szeret megnézni. Egy-két effektet megsimogatni, stb. Hát ami egy jó zenésznek a szívéhez közel áll, a vasak. Igen, tényleg ez ilyen kicsit, ez a hangszer simogatásnak hívom én ezt a hangfoglalást. Lehet, hogy az is jó lett volna alcímnek, hogy hangfoglalás, hangszer, simogatás és vásár. Ti milyen hangszert vinnétek innen el, hogyha most azt mondaná nektek a főszervező, hogy srácok, bármit választhattok? Nyilván nem a legértékesebbre gondolok, mert azt jól el lehet adni. Hát nem tudom, szerintem biztos jó pár pergőt hazavinnék. Bár nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy Zsombor beleválasztott, hagyj meséljem el itt, hagyj beszéljek hazafelé, egy 1969-es Rogers Dinasonic pergőt Amerikából megrendelt nekem eBay-en keresztül, mert hogy a Buddy Miles, Jimi Hendrix egyik dobosa ilyet használt, és azt mondta, hogy nekem ez biztos, hogy be fog válni. És én nagyon megvoltam, mikor ezt elmondta, hogy egy ilyet vár Amerikában, én rögtön lesápadtam, úristen, biztos, hogy valamit átvágják, és valami óriási nagy roncsdarabot adnak el neki, és rá kellett jönnöm, hogy az a helyzet, hogy tudtak a 60-as években, meg a 70-es években jó hangszereket csinálni, mert az a pergőt, azt nem adnám semmiért, valószínűleg az itt lévő darabokért sem. Hogy álltok koncertekkel mostanában? Nagyon sok zenész, akivel ma beszélgettem, meg szerintem még holnap is, amikor velük fogunk beszélgetni, biztos, hogy panaszkodni fognak, hogy kevés van. Ti hogy álltok? Én nem panaszkodok. Nekünk mindig egyre több koncertünk van. Most jelenleg évi 60 koncertnél tartunk, és szerencsére külföldön is nagyon-nagyon sokat játszunk. Ebben az évben játszottunk Írországban az egyik legnagyobb világzenei fesztiválon, azon belül is a 10. jubileumi fesztiválon, Khaled előtt léptünk fel, de jártunk Svájcban, említettem, Jamaikában 2 évvel ezelőtt, Portugáliában, Spanyolországban, Angliában, Svédországban, tehát egész Európát szinte már bejárta a zenekar. Egy platina lemez, egy arany lemez, amivel büszkélkedhetünk, és itt volt az a rész, amikor, tehát ne csak a blabla legyen, mint előtte, most már el kellett mondani, hogy mi, kik vagyunk, onnan jöttünk. Valaki nem tudna, a Kerekes Bandről beszélgetünk. Szóval sokkal, csak például októberben most 8 koncertünk lesz. Szerintem ez bőven elég infónak. Van-e valami, tehát persze hülye kérdés, de ugyanakkor mégis szeretem az ilyet, hogy van-e valami álomturné, amire elmennétek, hogy valaki előtt föllépni, aki nagyon csíptek? Lehetőség szerint ne Jimi Hendrixet mondjátok, mert szegény már meghalt. Illetve a temetési mellett, ha újra ki... Nem is menjünk ebbe bele. Nem tudom, mert hálátlan ez a valaki előtt fellépés dolog, mert akkor... Inkább mögöttetek legyőtet. Inkább. Hát én nem, ezzel még nem gondolkoztam. Én egy jó AC/DC koncertre mennék, csak nézőként is simán, úgyhogy igazán... Oké, srácok, nagyon szépen köszönöm, sok sikert a fellépéshez, ma még itt játszatok. Folytatódik a Hangfoglalás TV, a hangfoglalásonline.hu-n.